Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Elmaradt a remélt szoros mérkőzés az NB3 középcsoportjában, a Paks FC2 Szekszárdi UFC megyei rangadón. A feljövőben lévő paksiak a több belső problémával is küszködő szekszárdiaknak nem kevésbé köszönhetően három úgymond visszajátszó NB1-es játékosának hatot lőttek, és erre mindössze csak egy volt a válasz. A gondokkal küzdködő és az utóbbi hetekben a kieső zónába lecsúszó Szekszárdi UFC nem állt be bekkelni, a pontszerzés reményében próbált támadni, nyomást gyakorolni a Paks 2-re. De a kapu közelében hiányzott belőlük az átütőerő, igaz, a PFC védő is összhangban egymást kisegítve jól helyezkedve játszottak. Nem így a szekszárdi hátsó alakzat játékosai, akik sokszor lekéstek már a középpályán meginduló paksiakról, így nagyon sokszor abszolút rendezetlen védelemben szembe érkeztek meg a 16-oson belőle. Hamar kialakult a három gólos különbség, a 7. percben Bognár István szerezte meg az első gólt, majd 10 perccel később egy még jobban kijátszott akció végén a fiatal Szendrei köszönt be, már is 2-0 a zöldmezben játszó Paks 2-nek. A 23. percben szintén egy gyors, pontos passzokból álló hazai támadás végén a rutinos NB1-es csapatból visszajátszó Bognár kivételes rugótechnikáját is megcsillantva már a második gólját jegyezte. Nem telt el fél óra, 3-0-ra vezetett a Paks 2, no a mezőnyben sokkal kiegyenlítettebb volt a játék, mitöbb nem egyszer gólveszélyes támadást is vezettek a szekszárdiak. Több gól már nem esett az első félidőben. A folytatásban még a második játékrész elején gólt szerzett az UFC, sokadik ehhez hasonló szép támadás végén Német Kristóf adta a gólpaszt a szintén nyáron érkező Mayer Milánnak, a csatár, ahogy az kell, írt a felkínálkozó lehetőséggel. Ezt követően a szekszárdi szurkolók arra számítottak, hogy csapatuk, ha nem is szerez pontot, de végig nyíltá tudja tenni a mérkőzést. Nem ez történt, hanem folytatódott a paksi gólgyártás. Az első csapatból érkező center Ádám Martin nem akart úgy lemenni cserével a pályáról, hogy nem szerez gólt, ezt az 54. percben megtette. Újra visszaállt a három gólos különbség. 6 perccel később gyors paksi kontrák egyike végén Szendrei talált be, aki immáron a második gólját szerezte. Ezután már az NB1-es csapat játékosai közül Bognár és Ádám nem volt a pályán, viszont az eddig az élvonalban kevés lehetőséget kapott Nagy Richárdot becserélte Kindl István edző, aki újra lendületet kölcsönzött az összességében tehetséges fiatalokból álló paksi csapatnak, amely az utolsó percben még egyszer beköszönt a szekszárnak. Arra a bizonyos íra pontot Máté Gábor tette fel, elszomorítván az ellenfelet, mert hogy a végeredmény Paks 2 Szekszárd 6-1, ami az összkép alapján mindenképpen túlzónak tekinthető. Mi javunkra a 11-es nem adtak meg, ami szerintem legalább olyan szabálytlanság volt, mint a paksiaké. Mondjuk a második gólnál ott az Ádám Martin, amit teste befordult, azt hiszem, hogy az csak ő tudja, tehát az egy NB1-es kvalitásokkal rendelkezik, tehát ezekkel nem bírtunk, erőködtünk a mezőnybe, de sajnos már ennyire tellett. A három visszajátszó nagy kedvel játszó élvonalbeli játékos túl sok volt az UFC-nek, de DNS Pál nem kesereg azon, hogy más csapatok gyengébb játék erejű Paks 2-vel játszhattak, és nagyobb esélyük volt a pontszerzésre, mint nekik. A PFC 2 edzője szolidáris emiatt a szerencsétlenül járt szekszárdiakkal, de neki, mint elmondta, nincs beleszólása abba, hogy egy-egy hétvégén hányan játszanak vissza az NB1-es csapatból, ezt Bognár György vezető edző jelöli ki, mégpedig ránézve kötelező. Mi vagy kapunk visszajátszott, vagy nem kapunk vissza, ezt mindig a vezetőedző úr dönti el, hogy mire van szükség éppen az első csapatnak. Ma nagyon jól sült el, valóban hozzá tudtak tenni az első keretbe visszajátszók, talán ők jelentették a minőségi különbséget a két csapat között. A számszerű eredményt én is túlzónak tartom, annak ellenére, hogy a másik félidőt úgy kezdtük, hogy nekünk volt 3-0-nál két nagy helyzetünk, erre lőttek egy nagyon szép gólt a szekszárdiak, lett 3-1. Ott még szerintem nem volt lezárva a mérkőzés, és a Ádám Martin villanásával 4-1-nél úgy érzem, hogy ott tényleg eldőlt, és a szekszárdiak ott már feladták a küzdelmet. A Paks 2 számára nincs elérve a konkrét helyezés elérése, a bentmaradás alapvető cél, ám ennél is fontosabb, hogy a csapat gerincét adó saját nevelésű fiatalok képességeik, adottságaik függvényében mindenképpen szemmel láthatóan fejlődjenek az NB3-ban.
Egyre több Szendrei Ákos legyen, aki már kopogtat a felnőtt élvonalbeli csapat kapuján. Nagyon jó meccset játszottunk szerintem, domináltunk, sok helyzetünk volt, és nagyon jól játszottunk. Ez a két gól újabb fontos lépés az új edző bizalmának elnyeréséhez. Igen, mindenképpen szeretném elérni az ő bizalmát. Mindenképpen letisztultabban kéne játszak, kevesebb érintővel, gyorsabban, és fizikálisan még egy kicsit erősödnöm kell szerintem. Kíváncsian várják a PFC házatáján Szendrei pályafutásának alakulását. Olybá tűnik ő lehet az újabb saját nevelésű játékos, aki helyet követelhet magának a szűkebb felnőtt keretben, hova tovább Hán János példát követve, akár a kezdő 11-ben is. Már úgy tűnt, hogy beindul a sakk élet, így Berkes Ferenc, az atomerőmű ESE válogatott sakkozója, a még mindig a világranglistán top 100-ba tartozó versenyző is okkal reménykedett abban, hogy egyre több nemzetközi versenyen érhet el még jobb formát, növelve ezzel élőpontjainak számát. A vírus második hulláma azonban nem kedvez ennek, de a magyar ranglista harmadik helyezettje szerint megtalálják majd a nemzetközi szövetség illetékesei a megoldást arra, hogy nem maradjon el minden fontos verseny, legalább a világbajnokságot vagy a sakk olimpiát mindenképpen megrendezik. Berkes Ferenc, az atomerőmű ESE válogatott sakkozója, a magyar ranglista harmadik helyezettje, a világranglista top 100-as játékosa fontos szerepet játszott abban az idén is, hogy az ESE a harmadik helyen tudott végezni a nemrégen befejeződött magyar csapatbajnokságban. A végjátékban ugyanis fontos partikat nyert meg. A vírus első hulláma idején is, amennyire csak lehetett, gyakorolt készült, miután sikerült formáját átmenteni. Az idei országos bajnokság befejezése után bízott benne, hogy előbb-utóbb lecseng a vírus, és beindul nemzetközi szinten is a sakkélet, de a koronavírus második hullámának megérkeztével nem éppen errefelé hajaznak a dolgok. Ettől függetlenül optimista a paksi versenyző, úgy látja, a Nemzetközi Sakkszövetség talál valami megoldást arra, hogy az elmaradt nagy versenyeket, vagy a még soron következőket valóban megrendezhessék. Igen, nehéz sakkozóknak ebben az időszakban, de mindenkinek nehéz, és nem gondolom, hogy reménytelen a helyzet. Nekem a rutinommal, a profizmusommal már otthon a felkészülés elég jól megy. Az életkörülményeimet átalakítottam kellően ehhez a koronavírus járványos problémához. Ami nagyon nehéz, az ambíció fenntartása ilyen kevés verseny mellett. Visszakanyarodva a csapatbajnoksághoz, Berkes Fecó úgy látja, hogy a csapat bronz, amit az idén elértek, azért értékesebb a korábbi harmadik helyeknél, egyébként voltak már többször is ezüstérmesek. Mert két kulcsjátékosok külföldi tartózkodása miatt sokszor erősen tartalékos felállásban játszottak. A csapatunk kicsit meggyengült, mivel Papp Gábor több meccsen nem tudott részt venni, német felesége miatt külföldi elfoglaltságai voltak, Fodor Tamás nem engedték haza Angliából a karanténszabályok miatt, tehát nekünk nagyon sok játékosunk kiesett, és mondhatom azt, hogy B csapattal érjük el a második, harmadik hely valamelyikét, haladás eredmények függvényében, ami hatalmas siker nekünk pillanatnyilag. Elkezdett a klub egy újfajta ifi nevelési, megifjadási rendszert, amit sajnos a karantén szabályok keresztbe vernek, így nehéz megszervezni az edzéseket, de a klub elkötelezett mellette, és remélem, hogy tovább tudjuk vinni ezt az irányvonalat. Berkes Ferencre a nemzeti válogatott oszlopos tagjaként is komoly versenyek várnak a közeljövőben, remélhetőleg. Mert hogy a világbajnokságot és persze olimpiát is rendeznek, illetve rendeznének hamarosan a sakksportban. Fix csapattag vagyok minden verzióban. Tehát magyar ranglistán harmadik vagyok most. De hát nem tudom, mit hoz a jövő. Egyébként az ESE-től is minden olyan támogatást megkap, ami a nemzetközi szintű teljesítéshez, további fejlődéshez, a szinten tartáshoz feltétlenül kell. Eligazolási célom nincsen. Edzőpartner váltásokon túl vagyok az elmúlt években. Tehát a fő elemzőtársam Lupulescu Konstantin Romániából, nagyon jó barátom, és van egy-kettő aktuális partner, akikkel megfelelő témákra edzőmeccseket játszunk, jegyzeteket cserélünk, összevetünk gondolatokat, hogy megfelelő versenyekre kijussak, ez azt kell, hogy megrendezzék. Tehát most hiába volt például a bajcsapatok Európa kupájára fix szerződésem, hiába voltam meghívva a válogatott versenyekre mindenhova. Ha nincsen, akkor ez nem tőlem függ, ez nem tudok erre válaszolni. A sakkvilágranglista top 100-as játékosa már régebb óta ő. Még nem mondott le arról, hogy újra az 50-be vagy annak közelébe kerüljön, ahová fénykorában már néhány alkalommal felküzdötte magát. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt
17 évben folyamatosan top 100-as játékos voltam, egyszer-egyszer kikerültem a top 100-ból, a máskodon bejutottam a legjobb 50-be 3-4 alkalommal, tehát úgy mondhatjuk azt, hogy stabil top 100-as játékos vagyok 17 éve, ezt szeretném még fenntartani egy 5 évig. Ezt reális célnak érzem. Most, hogy a top 100-on belül mennyit tudok előre haladni, erre nehéz válaszolni. A legjobb 50-be szerintem bekerülhetek, a képességeim megvannak hozzá, kicsi változások kellnek, jobb verseny lehetőségek, jobb fizikai állóképesség és kicsi versenyszerencse. Hát a top 20 az más világ már, az már az aló elszaladt. Berkes Ferenc főfoglalkozása, ha úgy tetszik, megélhetése és hobbija is egyben, immáron hosszabb ideje a sakk. Mivel vannak még komoly tervei, és azok eléréséhez kellő motivációval is bír, minden bizonnyal így lesz ez még jó néhány évig az egyébként két gyermekes családapa esetében. A válogatottban megforduló játékosok eligazolása a nyomasztó pénzügyi nehézségekkel is jelen van, de úgy tűnik talpon tud maradni a szekszárdi női labdarúgás, mert hogy az utánpótlásból szép számmal tudnak meríteni, akikkel hely tudnak állni a jelekből ítélve az élvonalban is. Az elmúlt két hét két bajnokia ennek ékes példája. A soraiban még U15-ös játékosokat is felvonultató szekszárdi UFC 4-4-es döntetlent játszott a bajnokesélyes TF-fel, és legutóbb a dobogóvárományos Tolnamőzs dolgát is megnehezítették Kágyi Rebekáék, 3 gólos hátrányt is ledolgozva. Tényleg le a kalappal a teljesen átalakuló félben lévő, csak a saját nevelési utánpótlási játékosaiból építkező szekszárdi UFC női NB1-es futzálcsapata előtt. Már az egyik bajnok esélyes a testnevelés egyetem csapatával szemben elérte 4-4-es döntetlen előrevetítette annak a lehetőségét, hogy a szintén anyagerősebb Tolnamőzsnek sem lesz sétagalop, hogy hazai pályán begyűjtse a sikerre éhes szekszárdi tinik ellen az egyébként papírforma győzelmet. Persze a mérkőzés első része úgy alakult, hogy a visszavédekezés hiányosságaiból 4 góllal is megszórta a Tolnamőzs a vendégcsapatot, amire azért érkezett válasz Kágyi Rebekától és Nagy Csekétől, így a 4-2 még magában hordozta a szekszárdi feltámadást. A második félidő elején lőtt újabb tolnai gól olybá tűnt, hogy eldönthette a megyei örökrangadót. Lehet, hogy a hazai játékosok és a szurkolók így gondolták, de a sárga-fekete szerelésben tovább küzdő lányok és a kispadon edző Kágyi István éppen ellenkezőleg. Szép összjáték utáni szekszárdi akciók ugyanis góllá, mi több gólokká értek. A harmadik szekszárdi gól szerzője Dombi Réka volt, és már is 5-3-at mutatott az eredményjelző. 5 perccel később már a tolnamőzsi szurkolók is felsziszentek, amikor kitűnő kapusuk Decki Vanda hálójába került újra a labda, miután 1 gólra zsugorodott a különbség, és volt vissza még 8 perc tiszta játékidő a mérkőzésből. A meglepetés végül is elmaradt, vagyis a szekszárdi pontszerzés 5-4-re megnyerte a meccset a Tolnamőzs. A szekszárdi B-közép okkal ünnepelte úgy a lányokat, mintha ismét pontot szerzett volna a csapat. Próbálunk mérkőzésre javulni. Ugye Debrecen óta vettem át a csapatot, ugye Debrecenben is én voltam velük. Már ott is ugye ez a 4-0-es eredmény az igazából nem tükrözi azt, amit a játékban is mutattunk, mert a másik félidőben sokszor beszorítottuk, támadásokban veszélyesebbek voltunk, mint a Debrecen, de sajnos a rutinosabb játékosok ugye azok rúgják a gólokat. Próbálnak az én lányaim is, de azt hozzáteszem, 0 futszer edzése, tehát mi csak nagy pályán edzünk. Az erőlét ezért meg is van a lányaimnak, azzal nincs is baj. Itt igazából ezek az elmozgások azok amiket ugye taníthatni kéne nekik, de mi próbáljuk inkább ezt a visszaálló védekezést és gyors kontrákkal az ellenfeleket ugye kellemetlen helyzetbe hozni. Nem volt olyan stabil ezúttal a szekszárdi lányok védekezése, pontosabban a visszavédekezése, mint amennyire megtervezett szervezet volt a támadójáték. Ennek az edző szerint volt egy objektív oka is ezen a hétvégén. Nekem a stabil védekezésben most hiányzott 2 játékosom. Tehát ugye a Dorina, ugye, aki 15 éves, és múlt héten ugye a TFS ellen be is talált, első NB1-es gólját lőtte, ő egy stabil védekező játékosom. Ugye akkor itt van a Csóka Panna, akivel ugye a Magyar Kupát nyertünk. Tehát ő sem volt most itt, ugye, elfoglaltságok miatt.
Tehát azért ez a két játékosom, ha azért itt van, akkor azért sokkal erősebb a keret, ugye erősebb és jobban tudunk játszani. Ugye ez az összeszokottság inkább ő közöttük van, mert ez a tavalyi brigád. Tehát ők itt vannak évek óta, ehhez jött ugye pár játékos, és ugye ők is beilleszkednek, mert nem mondom azt, hogy nem, de van olyan játékosom, aki életében nem futszálozott. Tehát őtől nem várhatom el, hogy tudjon egy forgás megcsinálni, mert nincs edzések, amikor eljön ott nagypályás edzés van, tehát nem ezt gyakoroljuk. A szekszárdi női labdarúgás már nem csak a futzára készíti fel a játékosokat, mint ahogy arról korábban nyilatkoztak az illetékesek. A nyújtott pályás, illetve a nagypályás felkészülés is hangsúlyos a szekszárdi UFC női szakosztályánál. Ez utóbbi persze még a közeljövő zenéje, a futzálban azonban már komoly múltja és jelene is van a tavaly magyar kupa győztes csapatnak. Miután eléggé furcsa, hogy a sikerszakágnak komoly teremgondjai vannak a felkészülés során, pandémia ide vagy amoda. Egy 0 arányban tudott győzni a PMFC a Gyirmót FC Győr elleni találkozón a Merkantil Bank Liga MB2-es labdarúgóbajnokság 13. fordulójában. Vas László együttese zsinórban harmadik győzelmét szerezte meg, és ezzel a tabella 5. helyére lépett előre. A piros-feketében játszó PMFC a sárgamezes Gyirmót FC Győr együttesét fogadta a Merkantil Bank Liga MB2-es labdarúgó bajnokság 13. fordulójában. A találkozó 10. percében a megítélt pontrúgást Adamcsek Máté lőtte el 24 méterről, a vendégek kapusa azonban a léc fölé tudta tolni a labdát. 2 perccel később Kónya Dávidot buktatták a büntető területen belül, a játékvezető azonban csak szögletet ítélt. A 27. percben egy gyors labdakihozatal után Katona Levente adott be, de a vendégek tisztázni tudtak, a kipattanót begyűjtötte Tölgyesi Viktor, 22 méterről leadott lövése azonban fölé szállt. 6 perc múlva Tölgyesi jobbról, éles szögből célozta meg a gyirmóti kaput, de a labda elkerülte azt. Kicsit később ismét Tölgyesi lőtt balról az alapvonal közeléből, de ezúttal csak az oldalhálót találta el. A 44. percben Futó Zsombor indította középről Hegedűs Márkot, aki beadta a labdát Geiger Norbertnek, ő azonban mellé lőtt. Az első félidő végén tehát 0-0-ás állásnál vonultak pihenőre a csapatok. Az 58. percben egy lecsorgó Geiger Norbert elé került, aki 17 méterről laposan a jobb alsóba lőtte a labdát, és ezzel megszerezte a vezetést a PMFC. 2 perc múlva Kónya beadása után kisebb tömörülés alakult ki a gyirmóti kapu ötösén, Hegedűs próbálkozását Hársfalvi András a gólvonalon fogta meg. A 67. percben Szatmári István 18 méteres lövését tolta az alapvonalon kívülre Heresfai Donát. 10 perc múlva Barta László távoli szabadrúgását Preklett Csaba fejelte kapura, a labda a bal kapufáról pattant kifelé, Adamcsek Máté ismételt, de a gyirmóti kapus lehúzta a labdát. Ezzel maradt az 1-0-ás végeredmény. Hát egy szóval, ugye örülök, boldog vagyok, hogy ilyen csapatomban, annak ellenére nyilván, hogy minket is sújtanak különböző problémák, bárkihez nyúlok, bárkit játszhatok, mindenki mindent megtesz azért, hogy eredményesek is legyünk. Nyilván mindig vannak olyan dolgok, amiket ki kell, hogy javítsunk, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy nagyon jó úton járunk, és ezzel a hittel, ezzel az alázattal dolgozunk tovább, biztos vagyok benne, hogy hosszú távon kifizetődő. Ezt a győzelmet abszolút a hiányzóinak ajánlom, Vaják Gergő ugye sérülésből műtét után lábadozik, a vírusosoknak, a kollégáimnak, akik ugye jelen pillanatban nem lehettek a csapattal. Ettől függetlenül azt mondom, hogy az első perctől kezdve úgy ment a csapat bele a mérkőzésbe, hogy mindenáron szerette volna ezt a mérkőzést megnyerni, itthon tartani a 3 pontot, és kiszolgálni a közönséget. Szerenként úgy gondolom sikerült is, voltak tetszetős támadásaink, még hiba csúszott bele, nem tudtuk igazából kihasználni, minőségében nem tudtuk befejezni azokat, de mentünk, daráltuk, és sikerült a 3 pontot megszerezni. Ez most jelen pillanatban nagyon fontos számunkra. Hát azzal kell kezdenem, hogy nem játszottunk jól, de azt gondolom, hogy egy közepes játékkal ezt X-re ki kell hozni ezt a mérkőzést. Úgy néz ki, hogy kicsit a lábunkban maradt a szerdai mérkőzés. 2 túrát hajtottunk végre, úgy nézem, hogy ez kicsit megfogta a csapatot, ez a sok utazás. De azt gondolom, hogy ezzel az agresszív játékkal sokkal gyorsabban kellett volna játszani. Ezt a frissességet nem éreztem a csapaton. Nagyon egyszerű játékot játszott az ellenfél, de hatékonyak voltak, futottak, letámadtak,
igazából a mi hibáinkat próbálták kihasználni. A PMFC szerdán kupameccsen a Salgótarjáni BTC ellen lép pályára 12 óra 30 perctől idegenben. A múlt szerdai Vác FC elleni hazai győzelem után vasárnap ismét győzni tudott a HR-rend Kozár Michelin csapata az MB3-as labdarúgó bajnokságban. Jelen a Richard együttese a Dabas Gyón FC-t fogadta 15. fordulóban, és 1-0-ás félidő után 3-0-ra nyerte meg a mérkőzést. A fehérmezes HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapata a kékmezben játszó Dabas Gyón FC együttesét fogadta az MB3-as bajnokság 15. fordulójában. A vasárnapi találkozón a házigazdák több meghatározó játékosa is hiányzott sérülés vagy eltiltás miatt. Ráadásul a hétközi győztes mérkőzés után fáradtabbak voltak Jelen a Richard tanítványai, mint Acél Zoltán játékosai. Az első helyzetet mégis a házigazdák dolgozták ki. A találkozó második percében Márkvárt Patrik baloldali szabadrúgását Füredi Szabolcs fejelte kapura, Pomazi Zoltán azonban hárított. Az első hazai gólra 13. percig kellett várni, amikor Turi Tamás jobboldali szöglete után a beadott labda lecsorgott középen, melyet Füredi Szabolcs közelről a hálóba lőtt. A 21. percben Szabó Dominik beadását fogta meg Pomazi a hosszú oldalon érkező Horváth Dániel elől. A 24. percben Szabó Péter lövése szállt a Kozár Michelini kapu fölé. Két perccel később Szabó Dominik jobboldali beadására nem volt középen érkező. A következő három támadást a vendégek vezették. A 27. percben egy jobboldali beadást Lucz Viktor passzolt vissza Peres Csabának, aki a kapu mellé lőtt. A 35. percben Peres baloldali lövése szállt a kapu mellé. Négy perc múlva Peres szabadrúgását Lucz fejelte kapura, Somogyi azonban hárított, ráadásul a dabasi játékos lesen volt. Jelen a Richard együttese a labdaszerzések után gyors kontrákat vezetve próbálta növelni előnyét, de a félidő egy gólos hazai vezetéssel ért véget. Az 51. percben Hampuk Ádám kapott a Les határon egy labdát, befelé cselezett, majd éles szögből a kapu mellé lőtt. 6 perc múlva Hampuk veszélyesen lőtte be a labdát középre, mely Márkvárt előtt elment, érkezett Turia hosszún, akinek kapura lövését Pomozi hárította. A 69. percben közel járt az egyenlítéshez a Dabas Gyón együttese, ekkor Hirmand Kristóf állt szemben Somogyi Mátéval, aki nagy bravúrt bemutatva védeni tudott. A 76. percben éles szögből lőtt Rétyi Tamás a kapu előtt keresztbe, a labda a kapufa mellett hagyta el a játékteret. A második Kozár Michelini gól a 78. percben született. Juhász László szerzett labdát a félpályán, Szabó Dominik centerezett középre, Babinski Bence a testével próbálta a kapuba juttatni a labdát, Pomozi azonban ezt még védeni tudta, majd érkezett ismét Juhász, aki a kipattanót a hálóba lőtte. A 92. percben pedig egy hazai kontratámadás végén Csernik Zsombor vezette a labdát a vendégek kapujára, majd a kapus mellett a hálóba lőtt. Ezzel beállította a 3-0-ás végeredményt. 5 nap alatt második győzelmét aratta Jelen a Richard együttese, ami a két korábbi vereség után mindennél fontosabb volt a vezetőedző szerint. Egy héten kétszer tudunk nyerni, ez egy jó dolog. Nagyon jó csapattal játszottunk, tudtuk, mire készülünk ellenük, egy kombinatív csapat. Sok problémával küzdöttünk a héten, nagyon sok sérültünk van, mert így is kezdődött a mérkőzés, már a kezdőcsapatot is meg kellett variálni, mert ott is sérülés volt már. Akik helyettek beálltak és helyettük játszottak, úgy gondolom megtettek mindent. Védekeztünk, nagyon megoldottuk a védekezést, igazániból hiába birtokolta többet a labdát, az ellenfél helyzeteket igazán nem tudott kialakítani, és a kontráink azok megültek, nem csak a végén lehetett volna a helyzetünk, már előbb is le tudtuk volna zárni a meccset, de jó így zárni egy hetet. Én szerintem a csapatom kimondottan jól helyt áll. Egyértelmű, hogy ugye ez az pontozásos sportág lenne, akkor ez most egy kicsit máshogy lett volna pontozva, viszont először is ugye elfelejtettem gratulálni az ellenfélnek, a szakvezetőjének és ugye a Kozár Michelin csapatának, hiszen élcsapat újra nyert, 3 gólra vert meg minket, ugye még hogyha a végén is 2 kontrából sikerült ez ugye, amikor már nagyon kinyíltunk, de hát az első félidőt, ha jellemezném, akkor azt mondom, hogy 70-30%-ban nálunk volt a labda, elképesztő sokat passzolunk, jól futballozunk, ugye, viszont a pontrugás, amire készültünk, hogy 6 érkező van az ellenfélnek, kívülről indulnak, hosszút rúgják, ide rúgják, arra sajnos
mint a kislányok úgy állunk és nem veszük föl, úgyhogy egy nullás hátrányba kerültünk. A második félidőben kontra játékot játszott az ellenfél, visszahúzta, ugye nem akart labdát birtokolni, nem akart futballozni belőle, hanem arra várt, hogy kinyíljunk, és ugye volt a 80. percben 1-0 egy óriási helyzetünk, ugye kapussal szemben. Azt kihagytuk, az én úgy érzem, hogy ez meccslabda lehetett, talán arra, hogy a döntetlen megszerezzük, és utána meg szétestünk, utána jött a kiállítás, utána már megkontráztak minket, és a vége, én úgy érzem, hogy egy jó futballból egy kivégzés lett. Úgyhogy bánt, mert a csapatomat sajnálom, hiszen nagyon sokat tett azért, hogy nyerjen ma, de ilyen a futball, tehát mi ott vagyunk a helyünkön, mi az agyon sajnál Dabaszon vagyunk, de azért elég jól futballozunk, viszont az ellenfél meg kimondottan jól használta ki a lehetőségeit. Hatékony volt, és nem kell megmagyarázni egy győzelmet, hanem 3-ra nyert, és ott van az élbolyban. Mi pedig majd készülünk az ellen, hogy harcoljunk a kiesés ellen. Hát körülbelül ez így nézett ki. A HR Rend Kozár Miselyny labdarúgó csapata szerdán 12 óra 30 perctől a Taksony Ese vendége lesz a MOL Magyar Kupában. Tiszta meccsek nagymenés elnevezéssel közösségi futást és szemétszedő akciót szervezett a Futapécsese. Az esemény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem és a mozgás fontosságára. A résztvevők a sípályán 1, 3 vagy 5 kört teljesíthettek. Gyülekeznek a futók a sípályán. Sokaknak nem újdonság az úgynevezett nagymenés, amikor a misinát kell meghódítani. A kíváncsiak 1, az elszántak 3, az elvetemültek pedig 5 kört teljesíthettek a 110 méter szint különbségű pályán. 6-szor vagyok itt, és imádom ezt a terepet. Ugyan sikerült eddig, tudtál-e az időt javítani így az évek során? Eddig mindig javítottam, idén szerintem ez már nem lesz meg, az enyém a pályacsúcs. Tavaly futottam, és valahogy 40 percen belül van, 39-50. Hogy kell beosztani az erődet, mi a taktikád? Hát, hogyha rövidre tervezed, akkor igazából lehet végigfutni jól. És most mennyit mész? 5 körön. Baláshoz hasonlóan Kornélia sem először vágott neki az 5-körös távnak. Nagyon szeretem ezt a terepet, pont azért, mert óriási kihívás általában is számomra, meg különösen, mert lefele én nagyon nehéznek érzem ezt a meredeksége miatt, úgyhogy nem annyira az én pályám. Én azt gondolom, jól sikerült, de azt tudni kell, hogy a női mezőny nem olyan népes volt az elmúlt években, most azért vagyunk 10, nem is tudom akárhányan, hát szeretnék mindenképpen jobbat venni, mint az elmúlt években, most vagyunk 4-szer egyébként. Idén a környezettudatosság volt az akció középpontjában. Az esemény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem és a mozgás fontosságára. Ezek az ötletek teljesen véletlenül jönnek, az ember futkos, a meccseken gyönyörű szép futópálya nekünk, pécsieknek ez a meccsek, és akkor jönnek ilyen abszurd ötletek, amin az ember rágódik hetekig, hónapokig, még elmeri mondani valakinek, és akkor utána megvalósul. Sose hittem volna. 5. alkalom, 6. alkalom, és nézd meg, annyian vagyunk, hogy hihetetlen, nagyon szép. Ez egy pályázati lehetőségünk volt, és a Futapécs pályázat arra, hogy egy rendezvény keretében, és azon túl is teszünk azért, hogy az erdei utak, azok a mecseki részek, amit turisták használnak, vagy kirándulók használnak, azokat megtisztítsuk, és mai nap is igazából ennek a jegyébe történik. Először természetesen az egykört teljesítők értek célba. A győztes Tankovics Csongor lett, aki életében először vágott neki a távnak. Nem, most vagyok itt először, csak hallottam róla, mindig is szerettem volna eljönni, csak nem sikerült összeegyeztetni az időpontot. Hát megpróbáltam minden erőből fölfele jönni, lefele biztonságra, hogy ne essek el, volt mellettem egy nagyon csúnya esés, akkor egy kicsit meg is ijedtem, fölfele meg amennyi energiám volt. Az ötkörös versenyt Negyalkov Balázs nyerte, míg a hölgyek között Horváth Kornélia lett a győztes a leghosszabb távon. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!